aquí. I can fly.
me dead. I was lost and sad. To the voices in my head, I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get up. Tehát sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! A gyógybajnokság kettedik Porsche Super Cup Forma 1-nek általában betét futama szokott lenni. Ez egy pálya kivételével az egész versenynaptárt úgy, hogy le fogjuk szimulálni. Két 25 perces verseny lesz. Második verseny az az első verseny napján fog majd eldönteni, az első 8 az fordítottan fog majd tovább jutni. Azt kell mondanom, hogy elég szép számban összegyűltek a versenyzők. 30 versenyző van a szerveren. Rég volt már ilyen, tehát ez nagyon jónak mondható, örülök neki abszolút. Jelenleg még a szabad edzés folyik, de egy perc múlva időmérő, és hát ismét a Speedcar Racing színeiben versenyzek, és hát van csapattársam, aki sokkal jobban megy, mint én. Hát így szokott kezdődni általában a szezon nálam, főleg, hogy tudjuk, hogy nem gyakorlom túl magamat, de ez már az én problémám, nem fogok panaszkodni, csak magamra vetek, ha ez így van. És akkor kapcsoljunk is a helyszínre. Kis újítás, itt van a gázfék, pedál, kormány, váltás, jelző, mert előző fordulón úgy éreztem, hogy ezzel gond van, úgyhogy most így legalább vissza tudom majd nézni, hogy mi is a helyzet. Hangot adunk. És akkor induljon is. Time is idő. Jó, hát megvan a setup, szar, de legalább az enyém. De legalább fos. Ja, körülbelül. Nem mondanám, hogy biztos a dolgom. Hanggal valami nem jó, akkor szóljatok nyugodtan. Hány perc? 20 perc? Látok. Nem, még nem volt. Hát. Most. Egy váá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 á
Remélem nem szaggat, majd jelezzetek vissza. Elég csak még valami. Úrjam szó. Na, állítsa át mindent. Ilyenkor azt szokt, nem? Vormaponke. Ja, nem igaz, majd rájön a vormaponke. Nem 20 másodperccel a verseny előtt? Ja, az is jó, rajt lehet csak felállás, még ide két kapja. Jaj, aszimmetrikus. Hú, a lámpát. Köszi. Tudjak villogni. Ajaj, az kell. Szajok már. Kajházviselés. Vagy ezt mondták, hogy ez egyébként egy Porsche, mert nem egy X6. Az az oké. Hoho. Ja, büdös faszé laggolok be ez meg. Hoppá. Szar a géped. Szar a játék. 90 FPS-re van folyamatosan. Ez nem a gépnek a hibája, valami szar van ebbe a kódba most. Én most sem laggolok. Most nem, mikor laggolok van. Discordra és belaggolt a játék.
Én is most veszem vissza a grafikát. A neved vissza a grafikát. A, vagy legalábbis az automodellek azok legyenek fullok. Minek? Mert különben nem látsz. Nem, én látok. És minimum okay. Jó, jó. Fullra le van véve az autó. Jó, hát médiumon ne hagyd, mert Milán az akkor nem látsz. Várj már ki a sorod. Ennyi. Mindent vagy semmit. Ezek szerint... Na sok ez a 30 autó, úgy érzem a pályára. Ja, hogy sok. És ezzel jaj, ne csináljunk csak... Forma 1-et, srácok. Nem az utolsó kanyarba kellett volna megállni a népnek. Hú, izé taktikai izé van, időmérés. Én előzök. Ne is mond, én nem tudom, hogy neken üttem föl majdnem. Menjetek innen, én előzök. Én gyors vagyok. De nem örültem neki. Hát én elakaszkodtam itt valakire, remélem gyorsabb, mint én. Ja, azért van szélárnyék. Az van. A valóságban nagyon-nagyon lófasz. Hát itt... Nem annyit. Hát itt... Nem túl erős, de van. De nem is kell, hogy túl erős, de valóságban semmit nem ért nekik. Jajajajajajajaj. Gyeri. Hát ez egy biztonsági kör lesz. Jaj, most jaj. Meg egy eldobott. Ezért előztél meg? Ezért. Jó, ügyszertem. Nagyon... Bitong egy jó szág ez na? A Porsche. Nem, vegyünk. Valak nagyon fújja a mikrofont. Fejármazva. Nem tudom, most nem látom azt. Jaj! Jaj! Basszus! Jaj! Mi volt itt? Azt hittem elengedni akarsz. Ki? 49, te. Az... Igen. Te, hogy kicsúsztam, megpörögtem. Nem tudtam mit csinálni. Hoppá, valaki elé visszajöttem. Hú, van itt baj. Nincs már engedés, gyereke, megszűnt, kész. Nincs jó. Már. Sok a utasításokról már lejárt. Ott az első szektorban nincs is baj, mert 2000 kapok csak. Gyere csak, tenek! Jaj, jó! Semmi helyszes elengedésem volt, hogy börgés, hogy csapatutas. Ez tök jogos volt. Nem tudok róla. Gyere, Gabi! Jaj! Jaj! Ez jó lesz. Rendesen. 48-1, mhm. Ez jó, de azért 47-es nem ártana mennem. Oh, na. Jó, ezt hagyjuk. Jaj!
kuka. Ki volt az, aki kiforgott? Jaj, úgy jelzem én a laggot. De jó lesz, jó lesz. A 8. hely környékén már adom. Azt is, hogy Milán feltart, helyetetlen. És benne hagytam egy pár tizedet, azt tuti. Én 47 véget szerintem simán tudok jönni. Hopp. Ennek fusson neki még egyszer. Csináltál már tudsz jobbat? Persze. Aj. Fucking shit. Mit az? Már mindegy. Jajjajjajjaj! Na, mondom én. Még csúszva vettem, de még akkor is. Így kell csúsztatva venni, érted? Szörnyű. De tényleg. Így vagy gyors. Jó, igaz, hogy versenyem. Egy a gumiknak annyi lesz. Jó, hát ez a kör lehetett volna jobb is. Nem is javítottam vele. Következő 242 ezredre van. Ó, faszom. Ez már kicsit soknak tűnik nekem. Szörnyű. Most már nézek egy profilok a körét. Na, most kezdtem. Janit nézem, Janit. Senki más. Uff. Jani. Erős, közepes. Rajtad van. CVF-ed. Jó kemen. De akkor streamen keresztül néz legalább. Igen. Menjen a forgalom. Legyen néző. Ez itt mi volt itt? Told a donated.
Hoppá! Nézd már ezt a szemtelen egyet. Hopp, 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 hopp. Ez így nem szabályos, ugye? Most egy egyből, aki néz, már izgulsz, ugye? Eglemegett a láb. Ez jól, ez nagyon jó. Most vagy van nézve, így azért már ás, igaz? Így van, más. Te, áj, basz. Ez így. Na, elengedj, gyors köröm van, mit csinál? Ja, jó. Oké, ma össze. Hülkenberger aztán. Azaz. Hát az egyes kanyarba elmentem egyenesen. Jaj. Te gyors könyv vagy csehet? Ám, a fel kivezetem. Akkor menjél. Vagyanus, hogy most engedtelek el, Jani? De már nem volt olyan jó a kör. Négy perc. Nyolcadik hely. Én még azt mondom, elégedett is lennék vele. Gyorsan, még felérek. Hány perc van még? Jajajajajaj. Három. Három és fél. Hova? Felért. Hopp.
Megjön valaki. Mennyi kell javítani, hogy előrébb? 113 ezred. Uh-huh. 242 ezred. Hm. Csapatársam már 5 ezredre tőlem. Jaj. Nem a MotoGP nyomvalamon akarok menni. Ó, oh, faszom! Ah. Tudtam én ezt az első kanyart annó. Aj, de rossz, Istenem. Hoppá, top 10, halló. Hoppá, lettem utolsó, halló. Kicsit szoros. Top idő, top. Meg lesz ilyen. Baszki. Jézusom, átadtam 3 tizedet. Az. Én 7-et. Én 5 másodpercet. Nyugodtan legyetek. Jó. Bakker, mi? Batikot. Jó, bazd meg! Ennyit fogyasztott ez, bazd ezt kell. 11. Baszki, ez nem nagyon 15, 6, kör, 15, ne vagy is? 15, 14 plusz felvet. Hogy az Isten, hogy gyorsulok ennyit. 2 liter. Meg se futottam a... Ott van Grat! Ez az bassz meg! Nem Grat. Mikor hallottam. Utoljára ilyen boldognak. Biztos veri a víz. Hú, bassz meg. Ver bizony, kurva életbe így. Hogy is kibasztak?
Nem. Nem jó. Akkor most leveszük a benzint 60-ról 20 literre. Mennyi kell körülbelül? 35. Aki körbe megy, de aki kap 5 kör, mint én, annak elég 22 is. Ez nem olyan jött ki. Már pedig, úristen, ezre annyit nem tesz a bolcs, mint én. Amerika jobb volt a setup, csak nem tudtam kiautózni. Hát ez fajn. Ez nagyon fajn. Hanyos hűtő kell? Azt mondják, hogy 2-3-os. 1-es nem elég. Számít a tempón ez? Valamit? Aha. Minél nagyobb a hűtő, annál nagyobb az ellenállás. Légellenállás. Mondjuk én azért netnek érzem azt az 1-es hűtőt. Mert nekem nem melegedett el az autó, mert mikor körbeérsz, akkor a C1-es a pont hűt annyit, de hát, hogyha már vannak előtted, meg izébe mész. 2-es elég lehet? Igaz, most is 2-essel mentem, úgyhogy... 2-esnek elég kell lenni, az lehűt 90 alá alap. Olyan pilóták lesznek előttem, hogy ez még top 8 lesz. Nem mint, ha itt hátul valamit is számít, talán top 8. Na, átok már, átok, de most. Necces. Rajta automatika nincs, folyamból megnézem. Mi is az? Launch control. Nincs. Gondoltam, hogy ennyire le fogok izzadni még ilyenkor is. Ó, nincs kinyomva a speed limiter. Kb. Teljesen felesleges. Jermi, te nagyon lélegzel ám. Megint? Szerintem ez meg... Hát még jó, meg a... tudjuk. Hát kicsit beállott itt egy... Jaj, már nem kell elbújni. Nyugodtan lélegezz, nem baj az. Hello, 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 sziasztok! Valakinek sikerült a... Ilyen Discordot feliratni a Dark Factorba? A neveket? Nem mi? Hogy mi? Hát lehet más játékokban olyat, hogy a Discord ide felírja a neveket, hogy épp kibeszél a csúnyítás. Az overlay az működik szerintem mindenhol. És te itt... Valahogy nem. Lenne itt egy nagy lista, nem? Mindenki mutatná, nem? Hogy bal oldalt mutogatná a neveket, hogy kidumál meg ki. Nem lehet azt állítani. De nem. Nem lehet? Más játék nem működik benne. Ja, másnál igen. Ja. Itt nem igaz. Most a faszomnak itt kibeszél, hát itt ugrálna össze sok. Ennyi. Már, bocsánat, hogy ilyen vulgárisan helyettem ki maga. Bulgárul? Na de. Akkor mennyi? 32? 28. Hogy legyen tétje. Hogy legyen tétje. Nem szabad hibázni, gumikkal óvatosan kell. Aztán meglátjuk, milyen össze belőle. Ennyi volt végül a pól idő? 46-4. Biztos nem lesz végig. Én úgy számoltam, hogy ilyen 14 kör. Yeah. Ha valaki nagyon ügyes, plusz a felvezető. 32 szerintem még 14 kör se lesz. Safety car.
Nincsen. Ha lehet. Lehet. Szerintem ki van kapcsolva. Akkor is volt. Jöjj! Hozzáadódik a versenytáv. Jaj, ne már, bazd meg. Ja igen, mert itt tízés. Időre megy. Na mi van, bak? Levettem a grafikát a pályának high-ról médiumra. Jobban fusson, erre kivette a lámpaoszlopokat, amire fékezek. Ops. Úgyhogy most lementem és visszaállítottam high-ra. Mert amúgy egy rettentő üzét helyen sincsen normális fékpontra való akármi, se tábla, semmi, tehát ilyen egy buzi pályát. Re. Az első fékpontra. Közösségi szektorban nem lehet izét fékpontot vadászni. Érzéssel. Hát, ja, igen, beléd is érzéssel fogok beléd szállni fékpontot szerintem. Árnyékra kell vetni. Azt már kikapcsoltam, mert nem bírja. Cheat. Fehér ruhás nőre kell fékezni. Még lehetett volna első kezdésre. Persze. Az még oda baszott volna. Babazás. Hát ennél az autónak kb. Mindegy. Felrakod az első gumit, így is ő is ugyanúgy csúszni fog. És ugyanúgy nem fog kanyarodni. Már pont akkor szerintem... Nem fog kanyarodni, nem fog ezt semmit csinálni. Hát, igen. Mondjuk lehet, hogy jobban fog gázadásra kanyarodni, mint most, mert most inkább leesik az ívről, amint gázt adok neki. Mert rosszul setupoltából kiadok. Nem. Be kell táncoltatni. Ajaj. Úgy kell vezetni, mint egy ladár. Kicsit megriszállod kanyar előtt. Visszállom. Csak a ladában 100 ló erőse volt, ebben meg azért egy párszorosa van. Re. Mondjuk egy 4-5-szöröse azért az úgy előfordulhat ebbe az autóba. Én mit, te nagyon sok ladát vezettél? Kb. Annyit, mint te. Ez nagy baj, jó. És Bika, te mennyit vezettél? Dehogyis, hát. Egyet vezettem, igaz nem ladát, hanem Polskit, de az... Hát mondjuk azért más KVH. Igen, mert a ladának legalább elő van a motorja. Miért? Nem, ez nagy Polski. Nagy hol van? Ja, az nagy Polski volt? Nem. De hogy nem. Nagy csak. Azért, mert a kis kuráknak hátul van, ugye? Dehogy itt. Nagy Polski. Nagy Polski, szekivel, Porsche gyújtással, még annyi tüzés volt hozzá. Jó, bazd meg. Az is szöggyári volt akkor, úgy érzem. Belenézegethetsz az összes ladába a Rally OV-n. Ugyanaz van. Semmi lada nincs benne. Hát tudom. De, hát láttam, láttam, hogy miből építik a Z-nak, a laptimingosoknak a ladáját. Hagyjuk is, Boki. Hát a... Ne. Mert? Mert... Lada lesz belőle? Mert ott, amikor a bútor közölt, hogy 1.9-es injektoros motort fognak beletenni, de ettől függetlenül az a szöveg, hogy Legend Reborn, akkor mondtam, hogy nagyon innen nem nézem tovább ezt a sorozatot, és ez ott az első rész. Mert most akkor döntsük el, hogy építünk egy Silhouette Racert, és akkor azt mondjuk, hogy építünk egy Silhouette Racert, vagy azt mondjuk, hogy Legend Reborn, és akkor fogunk egy homológlapot, és megnézzük, hogy néz ki. Már az elején mondták, hogy kurvára nem homológ autót akarnak építeni. Hát, de akkor nem mondja, hogy Legend Reborn, mert olyan messze van a Legend-től, bazznek. Hát ennyi. Ez a lényeg, hogy kereklámpás legyen. Kohar, Kalada. Nem kockából csinálták? Ahogy hívják, most van az a csávó, aki most csinálja nekik azt a kombit. Mondjuk kombinét, az egy kereklámpás kombi. Igen, a kombinak nem az előző tulaját, hanem az előző előtti tulaját, aki még ment vele. Na őt egyébként ismerem. Ez egy tök szép állapotú kocsi volt, csak aztán elgányolta az előző tulaja. De hogy az a csávó is, aki ott építget neki, annak is van egy sárga kereklámpása, az is megy nem tudom mennyi ideje, de 4 henger egyszerre még nem járt az autóba. Nem baj az. És akkor... De legalább elmondhatja, hogy ment. És akkor ők nem találják a hibát, mert történetesen pont az egyik ismerősöm navigált neki, hát ők nem találják a hibát, meg
évek alatt nem találsz meg bazzak, hogy miért három hengerezik egy autó, akkor inkább üljél vissza, menjél. Egy ladát ráadásul. Tényleg kéne ORB-be egy kombi ladát. Kombi ladát? Aha. Ez milyen menő lenne, mint régen BTCC Bravo. Jó fordul a kombi. Ez annyira instabil az autóm. Jobban lehet vele, mint a, hogy hívják, a nagypaternek kombi. Ezt képest mondjuk itt jön mögöttem Tim Gábor és... Mármint, hogy lóbálni jobban lehet a kombit a súlyelosztás miatt. Pont jó neki. Ez mennyi plusz súly az a... A minimum súly úgyis jön annyi, nem? Akkor ja, persze, persze, csak ugye a súlyelosztása megváltozik. Jobb lesz az aerodinamikája. Húha, nagy kocka. Az oroszok egyébként azért driftelnek kombival, mert nem kell így plusz ilyen vezető lapokat tenni az oldalát. Jó. Nem ő lesz az ellenfelem ja, a versenyen. Ja, meg van oldalára. Hát nem, az egy nagyobb a szörnyű, mert ugye a drift autókra fölteszik ezeket a nagy csak ezt függőleges lapokat, hogy rá feküdjön a levegőre, de ugye a kombin nem kell, mert hát az eleve ott van az üveg. Na, szóval kettes hűtő. Elég lesz. Én 3-3-mal megyek. Elég a kettes hűtő. De szerintem nem azt nem szövöz. Hát nem ezen fog múlni, az biztos. Hát azért javul ám tőle. Mi? A hűtés. A hűtés, igen. Ha köridőt nem hiszem. Nekem legalábbis jobb volt. Hát ha bezárod, akkor ugye változik az ellenállás. Hát elvileg változnia kéne, de hát... Mondjuk én időmérőn is kettesen. Én időmérőn egyessel mentem. Én időmérőn hármassal. Semmit nem számított szerintem. Többet számít az, hogy hogy tudod vezetni az autót, mint az, hogy hányas hűtőd van rajta. Akkor felbasz. Ennyi. Hát ne forjon itt. Hát most nem, nem fog elforni. De elvileg kettőnél se, az egy az a nagyon necs, mert ott el tud forni. Ja, azért mondtam, hogy egyesbe, ha magadba mész, akkor lehűl a hosszú egyenes végére. Lehűl. De igen. Hát egy 30-es mezőnél nem biztos, hogy sokat fogsz magadba menni. Na, azért mondom, hogy, hogy inkább a kettő. Ja, hogy nem. Elfogadom a kihívást. Te tola? Go, 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 go. Na, aló. Jogi. Végül hányan vagyunk? Ja, 14 plusz felvezető lesz. Elvileg. Nem hiszem, hogy tudok többet menni, mert... Ja. Annyira el fognak dobni a gumik, hogy szerintem 2 másodperc biztos, hogy lesz azért lassulás, hanem 4 is a végére. Féktávú, meggondnak. 22-et beletankoltuk. Mennyit? 22-t. Kevés lesz. Nem, ez kevés. Kapok 5 körbe az, hogy lenne kevés. Ahogy érzed. Olyan gyors ezek az elején, figyeljétek. Na akkor ez 3-as... Fölrakjuk a vizes gumit. Azaz. Előre. Csak átra. Ki az a bátor, aki bevállalja? Hú, gyerekek! Majdnem ugye a mezőny közelébe. Gyerek pont magyarázta, hogy gyenge autóval úgy kell, hogy jó szargumit kell hátra tenni, mert jobban fogsz tőle. Hát... Ha csúszikálni akarsz, mint egy hülye, akkor lehet. Na, Baki, itt vagy mögöttem. Na, tessék, Kovács Bányt itt van előttem, mert úgy látszik a én szakommal. Hát, nem lehet jobb. Rosszabb, hát nem tudtam jól időt menni. Na, ennyi. 5 tizeddel rosszabb lettem, de minden nem számít. Hát, játok így kell, mindenkinek elküldözgettem, aki előttem. Gabinak küldtem már. Ha behoztam volna, nem rontottam volna el, akkor lementem volna 48 alá. Úgyhogy, de mindegy. Hát nekem is volt 48-0-ám. De az 7-10-ben el vagyok maradni. Halló. 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 Kiestél? Nem estem ki, csak itt valaki annyira fokoskodik meg elősz, hogy nem. Lázba van, lebánist.
menni akar. Menni akar. Jó, szép, már előző. Hello, Bajusz. Lehet. Engedd el, engedd el. Senki nem mondta, hogy nem lehet. Freak jó a festés. Végre. Hát ebben mondjuk bazzen megint kurva sok sárga autó van. Ezért kell egyedi festést csinálni. Vagy csináltatni. Aranyszínű, nem sárga. Ja, jó, kösz. Körben meg is tudom. Hát de miért csak ti vagytok sárgák, nem? Nem. Van a gulfos is sárga. Hát azért az... Hopp, alakjak. Az nagy előny lenne a részünkről, hogyha én repülő rajtól eszek? Nem állok meg? Hát kérdezd meg majd a rendszert, hogy ő mit gondol róla. Forgók a sikán előtt. Mi történik? Hoppá, jaj. Én is majdnem eldobtam. Lámpa a gecióni. Hoppá. Felkapcsoljuk. Baszok. Sikánnál vigyázzatok. Ja, most jött vissza. Jó, hogy ennek az autónak sehol nem kell egyet húzni, mert annyira megfogja. Majd mondom. Lassulunk, lassulunk. Nyugi, Jani, le vagyunk maradva. Tudom. Így is, úgy is. Nem lett meleg a gumim. Hát szóval nem. Egy százalék már is ment. Mennyi? Jaj, egy. De izgi. Hát 90. Jó, szórakozás, jó szurkolást. Nem tudom, mire lehet számítani. Próbálok ügyes lenni. Ó, basszus. A csont közepébe vagyok. Jó helyen vagyok. Na. Nem megyünk. Húva. Jaj. Sok siker. Aha. Szóval volt itt trükk. Ez jó, te kis lag. Valaki már püstöl, akit előttem. Ez a sor is. Húha, mi lesz itt? Húha. Patrik. Hol? Nem? Húha. Menj! Hűha. Hogy a kuglizás mögöttem? Jó. De első körben nem nagyon lehet vadulni még. Hát nincs hova vadulni akkora a tömeg. Nem áll basszus. Én. Végtávokat jól meg kell fontolni, nem lehet nagyon ugye-bugirány bevetni. Jó, hogy én is kapok szélárnyékot. Kérdésre meg tudok-e majd állni? Oké. Extrém hosszú út fékeznek egyébként. És még el is... Tehát még blokkolva, ráadásul. Hú, ez mögöttem? Mit csinált? Nekem jött. Nem figyeltem, megmondom őszintén.
okosan kell most itt menni. A gumit kicsit kémélni kellene. Azt hiszem. Általában ez jó szokott menni. Hopp! Egy helyet kéne csak javítanom, és akkor megvan a pól a következőre. Nem mindenki magyar itt. Ebben a bajnokságban. Uha. Basszus. Azért mondom, nem hibázhatsz, mert egyszerűen. Sikerült! Most maradok le az előttem lévőktől. Aha, és hol lehet előzni? Igen. $1 millió kérdés. Hát a gabison bedobod, akkor bárhol. Bár azt nem tudom, hogy honnan fogsz rövidebbet fékezni, mint az előtted lévő. Egy helyet kéne előrébb jönni. Kicsit feltartják egymást előttem, úgyhogy hátha. Most tudok jönni. Most nem fog támadni a mögöttem lévő. Kicsit lemaradt. A csapattársammal vannak elfoglalva. Ha így elfékezgetik. De nézzek megint, hol itt van mögöttem egyből. Nem jó tempó. Úristen, hogy csúsztatja. Nem
tényleg abban bízom, hogy a verseny második felére esetleg jobb lesz nekem gumik állapota miatt, bár ki tudja, hogy én nem látom legalábbis, hogy én elfékezgetném. Most jelenleg 84%-os a bal első. Ki tudja, mikor butul be jobban az autó. És a gumi. Vigyázz! Bazzek, Kami! Aztán... Nem voltam a magumora. Bocsi. Semmi baj. Nagyon el akartam szakadni tőled. Azt én, hogy kicsikét csúszhat, vagy gyorsabb, de meddig bírja hát, a gumi? Nem, de legalább megfordítottam őt is. És közelítek az előttem lévőkhöz. Tempó kb. Ugyanaz. Hát itt nem lehet előzni célegyenesbe se. És megint itt van mögöttem. Lófasz nem ér a szélárnyék. Nem sokat ér. Hát a pályán kell gyorsabbnak lenni, nem szélárnyékban. Most kicsit közel van, azon de... kívül. Hát jó, csak azért, amikor szélegyenesőbb az meg úgy érkezel rá, hogy konkrétan a két lökerító összeér, és a szélegyenes végére nem... Hát ez ilyen. Ezért mondom, előzz gabisan. Úgy menni fog. Azt csináltam. Mint egy férfi beestek. Nem lehet kigyorsítani. Nyarborem. Hű, baszki. Álló háború van. Hiába vagy ott. És mennyis elfékeztem el hallani. Kormányom. Más alatt kell tart. Most kezd majd lehidalni a bal első. Hány százalék? Miért? Hol jársz? Na már besárgult és érzem, hogy tompul. Az, hogy besárgult, hát már nekem is besárgult egy kor óta is. Akkor nem, akkor ilyen lassú vagyok egyszerűen. Nekem is 76%-os. Állam is 76. De nagy csodák nem lesznek szerintem, itt mindenkinek ilyen lett. Hát ez a konzervatív gumifogyasztás szerintem. Hát mindenki megijedt és elkezdett az ésszel menni. Nem nagyon lehet vadulni ezzel. Ha nem, mert azon nagy kicsik is. Nekem 72. Hát, semmi. Végére maradt 30 cse. Körülbelül. Jó, de 47 közepéket. Vége. Nem közel lesz most. Na végére ez 48 közepe lesz. Próbáltam jól menni, de... Hú, hát az már nekem most az. Ja, hát nekem meg sose volt.
Hát, meglátjuk, mi lesz. Jaj. Na, három is félre vannak. Esélytelen. Gyorsításom se az igazi. Még nem szoktam össze az autóval, maradjunk annyiban. Nézve. Őre is rámegyek, úgy van. Még 10 perc, úristen. Öt másodperce vannak előtte. Kész. Nem lesz fordított rajt rásos pól. Vagy második versenyre pólna. Köszönhetően. Szedjen már össze. Baszki, hogy tud így megérkezni? Ez hihetetlen. Nézd már! Jaj! Ne! A hiba. Jó, Baki megelőzte. De jó.
Csak egy hely. Csak egy hely kellene. Hát benne. Háromszor forgok meg ugyanott. Kicsit bátor volt. Közben nézem, hogy előttem lévő közelítek, de hát nagyon minimálisat. Jaj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 
Ne, ne, ne. Jó, ez már csak 5 perc van hátra. Elkezdett meg butulni a gumi. Hát dehogy. Sárga. Na hát azt hiszem legalább kiesik előlem valaki. És az idő. Pedig hozok rajta. Na most basztam el. Két lekörözött. Gyanítom.
Jó. Most így bedobálom, nem számít most már a guminak. Lehet ezzel kopott, a, kopott gumin is jót menni. Hát... Nekem az 5-6 tized, de lassabb most. Figyelj, én most mentem 47-0-át. Hát jó, de Gabi, az te vagy. Hát egyébként... ja, 5-6 tized. Most direkt be akarsz nekem itt tartani? Ilyetve lass. Mit csinál, baszki? Hát ez... Ez kell, menjen gyorsan az ötön is. Ez mi? Kirakhatnál lassan az 1 perces, hogy már megvolt? Még nem, most. Uha. Remélem lesz még egy kör. Nem lesz. Akkor jó, mert pont nincs rá benzinem. Szóval, hogy lehet mennyit tankoltál? 31-et. Ja. Nem fogok 35-öt tankolni, fölösleges. Én 38-al indultam. Hát meg. Kár. De nem lesz meg. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Rontogat nagyon. Ne, de hát ez hol? Ez olyan, amikkel előzésnek kell lennie, hogy nagyon. Nem felek, hogyha így állok meg. Szép volt, Jerm! Hát nem. Hát nem. Grat! Háj, baszki, az... Oj, csak egy helyet javítottam volna, meg érted? Kibaszottál a háború volt szeresként. A bal hátulját fogyasztottam volna. Jobb, majdnem ugyanannyira kopott, mint a Balázs. Jó, beleje. Mennyi maradt frik neked? Mennyi maradt frik neked? 46-48-ban oldal. Nekte ugyanaz. Hát így megint... Szívás neked lesz mennyi a következő. Mondom, nem sokkal több, vagy kevesebb. Hát 43 elől, bal elől. Én még rakok ebbe még egy litert. Mert hogy bátrabban kellene menni már. De nem, mert... Hát a kövébe pont, hogy nem fogunk tudni. Hát 10 másodperccel szerintem lehet gyorsabban menni. Főleg úgy, hogy fordított rajtrács. Az meg a más. Egyetlen egy 47 vagy 48-as köröm volt. Nekem is. Többi 49. Porsche-nél ezért nem dicsérnének meg. Nem miért, figyeld, épp hogy lemaradtam a helyről. Nem téged, hanem engem, mert egy másodperc órás. Azt mondanák, hogy jó van, fiam, mennyi az a magadnak? Hát jó, de hát ilyen gumikon, hát hagyjuk már. Na, azért lehetett tartani egy másodperc. Fú, ez katasztrófa. Hogy lesz, cseh, csinálod? Aha. Komi. Na, itt van tapadás. Uva. Hát... Akad. Csapatba 2 számít, igaz? Nem, 3. Nem tudom. Elvileg egy csapat az 3 ember. 4. Jajjaj! Írásban 3 van. Hát, ja, a nevezésben meg 4 van. Mindjárt megnézem. De mindig lehet átlagolt. Kérdően fél bagást diszkvalifikálni kell emiatt. Mert mi van, Jani? Hát, hogy több autót indított. Csapatbajnokságban 3 autó per csapat. Hát jó, de
A nevezés nem, ugye 4 van. Hát jó, de sose számított az összes autó, tudod? Tudom. Ezért. Szerintem a 3 az fog számítani, aztán szevasz. Talán mindegyik csapatban megvan. Most szervezre start lesz. Nem. Fájjal. Hát ez csak mi való. Jó sok kivárom. Inkább mennyi gumin maradt elő? Kinek? Tim Gábor. Ha. Mennyi 70? Ez már cigizik. Nagy sportember. Nem, itt vagyok. Mennyi gumit maradt elő? Bal elő maradt 51. Gyönyörű, 27 másodperc akart, hátul 42. Jobb elől 65. Hátul. Megforoghatta volna azért. Egy pozíció. Ez mert én használom az elejét, kurva élet. Egy kicsi ezer pozíció. Akkor te is lapon voltál végig. De Gabi, én nem. Na jó, hallgassátok a többieket. Gabi mindig azon van. Ha persze, hát... Néha ittam sört. Lehet, hogy azért fogyott el ennyire, majd legközelebb figyelj. Hát, bőzőn nem tudom, mi kéne ide. Na most megyek, cigit. Mikor indul a következő? Egy olyan 10 perc. Hát mindjárt, hogyha átrakja, utána még 10 perc. Más ugyanennyi. Ja, zsír. Hát figyelj, több biztos, hogy nem lesz, mert fordulunk. Ja, tényleg. Hát épp akkor lenne több. Ha a hátsó antirollt csökkentem, alul akkor... kormányzottabb lesz elvileg. Uh-huh. Elvileg úgy kéne működni egy normális autónak, de ez nem egy normális autó. Valahogy játékba kellene hoznunk az autó hátulját. Hát... Kézi! Adja egy kicsit nagyobb gáz, azt már is játékba van hozva a háta. Én nem tudok ezzel menni. Ez, hogy az eleje nem tapad lófasz se az autónak, ez kivéletlen. Nekem venni egyesre a szárnyat, és akkor majd tapad. De nem érek vele semmit, mert én nem tudok lapon menni, Szabi. Tehát... Ne idegesítsél, most akkor az a baja, hogy tolja az órát, vagy az a baja, hogy nem, döntsd el, most ha érted. Tehát... Én jobban szeretek olyan autóval menni, ami kicsit alulkormányzott, de ez nem kicsit alulkormányzott, mert két állapota van. Egyenesen megy, és nem fordul be, vagy seggel előre befordul. Tehát ennyi. Hát azért nem. Hát, de körülbelül, mert semmit nem fordul az eleje az autónak. Baki, akkor ha alulkormányzatot szereted, akkor vedd le a antirobált hátul teljesen titecsre, elő a maximum, és vedd kúra magasra a hátsó right hide-ot, hogy elő legyen az első gumikor legyen a súlynak egy része. Ott van, Baki, próbáld ki. Amint izét átdobja, megnézem. Sosan és... És rugdosd a gázt féken. Féktávon rugdosom, azzal nincs baj. Tehát a féktáv az azt mondom, hogy viszonylag kultúrált már. De... Meg a hátsó tóint vedd fel plusz 3-ra. 0-3-ra. Isten mencs, ne viccelj. 0-3-ra. Hát alulkormányzott szereti, az úgy jó lesz. Hát, alulkormányzott, csak nem az az alulkormányzott, ami nem is fordul alulkormányzott. De kigyorsításon jobb lesz itt, de... Hát jó. Na most jól nem váltunk. Nem tudom, miért nem vált. Nem tudom, baszik, én végig laggoltam most, nem tudom mi van, de eddig nem volt ilyen egyszerűen sem. Valami szar a buildnél. Igen. Most nem tudom, kilépek-e ezt vissza, de... Hát szerintem engedtem. Igazából minden izén. Ezt nekik kellene megoldani, mert ez az ő soruk.
Lol, most írja a part, ez Gordon egy 3% maradt a gumiján. Fogsz baszni. Nem sok. Na mi a fasz van? Connection lost? Ó, oh, yeah. That use connection due to invalid vehicle selection. Lehet felismerte a játék, hogy nem az eredeti Porsche kupával megyünk. Opa, ja. Connection nem lost? Nem fizettél? Ho-ho-ho-ho-ho. Akkor léptrek, mert ennek már tök mindegy. Elvileg már azért van. Na ez most a... Hol a lépcsapó? Hol a lépcsapó? Menni fasz van. Hát így is úgy le fog dobni connection lostnál szerintem. Connection lostot kaptatok ti is? Ki? Aha, persze. Mind gondolkodik. Nem tudom, én már kilépek a játékból is. 42 csak, per 26. Hello, mi? 42 fake. Per 46. Nekem 40... Ja, igen. Na mi van? Kifagyott? Milyen hát, connection lost? Hát, azt már én nyomtam azért. Én kifagyottam. És miért nem lép fel a szervezre? Jogi, lép vissza. Van. Gratulálok, hanyadik lettél, Freak? Második, harmadik? Vissza lehet lépni? Vissza lehet. Na, varmokon van? De át... Hm? Még nem, de átnyomom. Jó. Gyerünk. Technikai problémáink vannak. Frick, a végén mi alasította? Megakadt a játék. Nem. Vali? És ennek körülményre vissza is váltottam egyet. Mindenkinek connection lost? Igen. Igen. Gyere vissza. Na most meg én. Nem. Aztán a utolsó szektort már csak ilyen biztonságiból lefűztem, hogy véletlenül se hajítsam el. Azt hittem, ki fogsz fagyni. Bár jellemzően ilyenkor dobja el az ember. Ha? Jó, és visszamentem, most meg ingradult. Hát... Ja, átmensz. Na, nézzük. Hát én most megnézem azt, amit mondtál, Cselt. Cselt? Bocs, Jerm. Jó, de túlzásba is lehet esni. Hát, na, nekem az a bajom, hogy alapból túlzásba esik az autó. Ott van, aki próbált ki azt a setet, az egész válhatóan közlekedik. Na mondjuk nem, mintha kurosokat állígattam volna, én is most tapasztalgatom ki, hogy mit lehet itt csinálni. Na, gyertek is. Hete ezt baszhatom. Hol lesz ez? Péld. Presented override. Faszom, megpróbálok valamit. Mitől lettünk itt a 37-en? 36-an. Utam valaki nem lépett ki, vagy 37. Ja, még nem dobált, nem dobott le. Most startert kéne nyomni? Mert én most jövök vissza. 30. A Gabi szintén zenész. Mindjárt meg lesz. Én most... Ne basszatok fel. Ti láttát? Látjátok többi embert? Majd megint nem látok senkit. Én látok mindenkit. Például a Kristoff Fenik... Fenik... Kétszer van. Én is kétszer vagyok. Hát aki rekord megtelt, szerintem az kétszer lesz. Ó, bassz, meg nem látok senkit. Nagyon kilépek. 40-en vagyunk tényleg. Ha? Se. Akkor már háromszor lesz. Én is kétszer vagyok. Az baj. Nem a fél barna. Majd ledobja. A hűtzenet. Durva esély. Most kell lemenjek, vagy mi? Nem kell, marad. Nyomjuk újra az egész erót? Nem. Szerintem igen, mert ott valami elérte a limitet a box. De úgysem megyünk ki. Vagy generálja valahova. Indítsuk újra a szervert. Oh. Csak át kell lökni a következőre, nem? És akkor nem felejti el? Ja, visszarogni. Nem dobáltak ki őket. Már valami nagy baj van. Kereste a trickendet. Ja, hát ha jó lesz így. Hát nem... Nem dobott ki. Jó. Na, hogy a következő pályát próbálja, hát ha akkor leesik neki. Ezek be se bír az állni az RF2-t nekem. Na re, hé, mi történik? Hát egy kicsit meg van bugzódva. Mi volt? Már 43-an vagyunk, mint duplikálja ez. Kétszer fogsz indulni a második helyről, Cselt.
Jó. Na, most újra tölt. Hát. Most marad gyors lett. Ez ja, nagyon jó. Az... Annyi buk került bele, hogy nagyon gyors lett. Gyors jó. Lett, és jó sok autó lett. Hát jó, figyelj, ahhoz képest háromszor gyorsan betölti mindezelőtt. Cselszhetem, hogyha szar. Gyorsan összejönnek a bugok. Mi szar? Hát, az utáni legunkkal az a szar. 42. De mi a fasz? Érdekes bugot kreáltak. Csinálj egy tick old. Na, frikből. Hát én most lejöttem. Jöttem most hát lejött. 40 nem vagyunk, hát milyen én jó. Én magam jöttem belőlem is. Kettő van belőlem is. A harmadik meg a 20. Na jó van. Nem. De 20. Akkor gondolom lesz egy 5 perc szünet még, igaz? Nem lesz 5 perc, restartalom. Akkor eddig nyugodtan. Nem az egész gépet, csak a magát. Értem én. Lehet értem kérdezni, én. Írni, amit csak szeretnétek. Most megszakadt a kapcsolatom. Igen, hát. Itt nevet. Hát, hogy csodálkozó rajta azon. Hát be volt írva, mindenki meg fog halni. Mindenki meghalt. Ajaj, ja. A szövődök a föl lehet menni újra. Most is semmi. Egyébként nálatok is rossz a szerver listán a playersnek a számozása. Akkor jó. Players számozása. Igen, azt írja, hogy 42 per 46, meg ilyen hülyeségeket ír az összes szerverre. Ja. Kivétel a SimQF 3-ra, mert arra jó. Nekem a PSC-re is 11 per 46. Ja. Nekem is 14 per 46. Még fel sem tudok lépni. Nem, mert nincs is. Ja. Ez jó. Akkor nem én vagyok a balfasz. No. Hála az égnek. Hogy lehet ez, hogy vagyok a balfasz? Ilyen már a kurva rég volt. Meg nem állította el magát az RF. Ez mindig állítja magát. Éjszaka, míg alszol. Menjünk egy gyorsan az F3-ra. Mehet jobban járnánk. Nem, ott egy ember ír a szerverre, de a lifetiming alapján nincs fenn senki. Bajos? A hotlapon van egy ember. Hát de lehet, hogy azt számol. Eddig itt ember ment a szerveren. Ha onnan? Ki van a szerver? Menjünk fel, rúgjuk. Na. Menjünk fel az F3 és öljük meg a... Ilyen yeah, random nem, vers. Megy mindjárt. Megy. Na, 0.46, ez... Ilyen nem mostanában. Ja, 0.46 már jobban hangzik. Nekem még mindig 11 per 46 van. Refresh, Gabi. Ja? Délután feljöttem, egyedül voltam fönn, akkor is kiírt egy 20 embert egyébként. Valami nagy hülyesége van. Igen. Hányszor megjavítanak valamit, mindig csinálnak három másik bugot. Hát amit a freak fölrakott, az a helyzet van. Mit? Túl ügyesek. Hát, hogy kikapcsolja bug egy, akkor bejött a 3-es. Ja, tényleg. 6 és akkor 2 bekapcsolt. És végtelenségű bekapcsolni. Tipikus szoftverfejlesztés. Mindenhol ez megy. Valahol nem annyira látva. Na, hát hogy van ez? Van. Most kellok a rajtrácsra. Ennyi. Várjál. Igazából szerintem az a baj, nincs elég tesztelőjük. Kirakják, az cső. Ja, az tuti. Megnézted főnök? Meg. Nálam jó. Na jó. Nálad? Hát szerintem tuti jó. Igen. Ő megnéztem a kódot, szerintem jó lesz az. Igen. Jó vége lett. Á, nem. Kollégámnak a kedvenc mondata mondom, de figyelj, ezt kipróbáltad, jó? Ez így. Legalább egyszer kipróbáltad. Ködött. Ennyi. Meg hát most az éles teszt az igazi teszt, nem?
És mit kell itt szórakozni, hogy tesztrendszeren, meg UATO... Ma egész nap sidebuilderekkel ültem egy helyen, mert egy weboldalt véglegesítünk. Startem. És ugye hiába adok le nekik terveket, szemre dolgozik a fele. Izé, javítgattunk, és így néztem, hogy mit művel, és mondom, te tudod, mit elítgattál? Hát szerintem az tőle. Biztos? Nem mondom, így generálódnak a bugokba. Összeizkod itt az ökör, minden. Azt igen, vagy. Hogy félgáz. Aha. Dobsz nekem egy alapot, légy. Valószínűleg megint nem látok senkit. Mi a büdös faszom? Úgy ne. Hát most én is próbálgatom. Hol vagy, Cimber, Gabi? Jó az. Jó az, amivel voltál, vagy mit tudom. Igen. Hát most figyelj, elküldöm, amivel megyek. Jó? Jó. Na miért ilyen... Megkaptad? Egy... Kösz. Aha, meg. Akkor mindjárt kilépek. Pillanat. Egy jó green pálya. Mennyien voltunk? Érzem, érzem. Talán mint... Akkor hiányoznak. Mit csinál? Ha? Jó, oké. Okay. De ez a sok tempó. Ki lett a nyolcadik? Foggalom nincs. Valamilyen, Jani, valamilyen kristóf. Jani. Nem, kilencedik lettem. Ó, ez a igazi szopás. Ja. Nem baj, mert az előttem lévők törik az utat. Igen? Na, főleg te. Vagy téged fognak törni. Az előttem lévők biztos nem. Dehogy nem. Hogy? Amikor olyan crash party van, hogy már meg se tudsz állni. Nem tudom, miről beszélsz, ba. Se. Nem volt még rá példa soha, sehol. Én ilyenbe nem húztalak be most se. Jaj, bocs, 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 bocs. Nem lett tésztizált. Ne idegesít. Akkor bemondásra. Gabi lett az utolsó. Jani látta. Láttam, láttam. A szubot még nem látom ezért. Szerintem lehet, nem? Ja, bazd, ahó, de hihet. Úristen. Várjál. Véletlenül a másik szerve. Ott nincs az. Ott tényleg nem lett ma részfizált. Senki nem ment ma versenyt. Látod már? Hát persze, majd megint nem látok senkit. Csak magamat. Ugye nézd már meg, hogyha kilépsz egész a launcherig, hogy ott a grafikai beállításnál a szinkronizálás mire van át? Lépjek ki teljesen az ég? Mhm. Jó. Uva, valaki elvesztette a lököst. Nézzük. Video, video settings. Videó res. Valami ilyet adom be van. Mi van? Mármint szinket kell nézni, azt ezt... GPU. Truck software. Nem szóljatok, hogy nem láttok. Igen? Uh-huh. Ma figyelj, vezetés közben. Jó. Hát vagy ez jött. Igen. Tud valamit. Sync software, mindegy, megpróbálom így. A magyar fiú. Hát ha. Nem szaglat egyébként, nekem tisztára úgy tűnik. Most már csak rám vártak. Nem. Szerves. Nem tudom, az a furcsa, hogy néha kilépek, és kinyomom a Steamet utána, jó. De valamikor meg nem, szóval foggalom nincs, hogy álligatja magát biztos. Nyee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 
Egyébként a videó cuccok azok néha elállítják magát nekik magukat, hogy rendszeresen kell beállítani, hogy a videókártyámat szeretném használni a beépített FOS helyett. Hát az korszakot lenni a driver. Na, Szabi, küld el, légy szíves azt a... Hol vagy, bent vagy? Kint vagy. Na, most már bent leszel. De elküldtem. Nem jó, Amerikú. Csak nekem nem tartja meg a Steve-det. Nem. Á, jó. Ezt tartom a gépet. Az lesz jó, akkor gyorsan csinálj. 5 percet.
Még szerencsé, hogy kurva gyors a képem is hamar restartol. Lehet már. Hát ha más nem, legalább ezt meg. Köszi. Köszi, Szabi! Pécsában pedig rád kapintottam. Ez odaadtam a tuti titkos setupot Pécsában bele. Hű, bazd meg. Na, én kipróbálom, de hogy nem találok körbe vele, az biztos. Tudom, milyen kormányzár van benne. 16. Ez mit jelent? 450 vagy ott? 450 per 16. Az jó, pont jó. Nekem is azon. Fél baki, ez ultimate setup. Valóban a bikának még 15-re jobbat menne. Másodpercben? Másodpercben. Mindjárt berakom. Csak így random dírra azzal megyek. Nekem már biztos nem lenne jó, mert én 5-4-en. Uva, van ám lag. Jaj, ez a nyelmat. Nehezen akar ez majd összejön. Most mi van? Valami nem jó. Most valami még, nem tudom. Mindegy, versenyezünk majd. Összeszedem magam. Megvan miért Izraelba. Na, van itt minden csert. Nem tudom most mi van, most újraindítottam. Ez a Skynet, baszd meg, életre kelt a Skynet! De egyszer ilyet csinált. Igen, csinált. Mindenki nyugodjon meg, kezdjük azzal. Mindenki nyugodjon a picsába. Igen. Ez van egy kimenet lázikba. Elmentem a szet. Elment a szet? Nem, elmentem, megvan. El nem ment, megvan az. Mikor lesz rajt? Hm? Mikor lesz rajt? Hát amint a cselet megfaragta, amit akar. Janinak mondani kell valamit a kedves néz. Hát nem hiszem el, hogy... Ilyenek vagytok. Megváratjátok. Nem vagyok rá, tekintettel. Azért, ja, kicsit laggos, de arra meg nem a... Aha. Nem tettem, mi? A legjobb lesz úgy. Jermő, az itt van? Vagy mi? Gépet resizik. De egy melyiket azt mondta, hogy tök gyors. Hát relatív. Szerintem ironikus akart lenni. Szerintem nem, szerintem ez a tök gyors. Ja. Figyelj, ha szerintem jó gépe van, amin nem jönnek be az autók, vagy... De hogy így... Nekem sincs ennyire szar gépem. Pedig csak egy szar AMD. Nem az AMD-n múlik. De nagyon vicces egyébként, úgy kezdtem, mikor följöttem a szerverre, hogy mindenki tegye át médiumra azt a szart, mert nem fogja látni az autókat. Ah, nem, lovon jó lesz. Nem látom az autókat. Nekem lovon van és látok mindent. A pálya van médiumon, minden más lovon kikapcsolva, meg azért lehúzom minimumra. Meg faszok, ugye ahogy volt. Nélnek ez azért sokszor visszaköszönő probléma. Igen. Valami a logfájlal nem. Mondjuk ilyen hiba ugye nem csak a Jermnél volt, hanem a Knight is szokott ilyennel találkozni. Én is tudom róla mesélni. Ja, meg ugye... Te is kínlódtál vele egy darabot. Nem keveset. Aztán most ugyanaz a gépen van. Igazából csak videó, vagy ízért kicsit. Semmi bazd meg, olyan gyors, mint az alt. Nem is laggolok, abszolút semmi. Még a mikrolaggom sincs benne, amiről ti beszéltek. Re. Re. Jövök. Mi legyen chat?
Márjál, most megnézem ezt a lopfát, hogy milyen fasz látok benne, amit. Majd geci. Kipróbált a twist? Aha. Nekem tetszik így elsőre. Jó, ja, nem ment. Megpróbálom. Ezzel még nem mentem. Ja. Ez csak így az első verseny után, amit éreztem, azokat állígattam, hogy jobb legyen. Ami Hungaroring után benne volt, az belerakta mindenét a cső. Yeah. Szóval jó, ez... jó lesz. Láttam, hogy most második lettél kategóriában, vagy mi volt? A borókohabnak hála. Ja, bazd meg, hát ez nagyon kemény volt. Szappan hát is megvetted, megvetted volna a gumiot, akkor abszolút vagy más. Kb. Ja. Amúgy... Maga. Bazzá kurva jó volt. Úristen, most mentem először Hungaroringen esőbe. De szarrá kapott szemiszlikkel. Kipaszottul jó, jó vagy, jó élmény volt. Nagyon élveztem. 50 percig folyamatosan baszottam neki. Keresgettem az íveket. Kipaszott jó volt, nagyon élveztem. Mondjuk a Alonso sem esőben szarrá kapott szemiszlikkel, az nem tűnik egy jó kombón, de fun volt. Jó, nem volt gyors, de fun. És bazd meg, ja, próbáltam alonzósan menni, és kurvára bejött, hallod? Volt még egy 328i a Tominak, a kollégámnak, és bazd meg, két másodpercet csak két kanyarba kapott a Menzel utáni jobbosba, mm. A célegyenes ráfordítóba. Annyit számított, hogy kint mentem. De teljesen amit, kint. Amit felraktál videót, le is akartál, hogy fasz. Hogy? Hát rohadtul nem kint mentem. Nem a gecit nem, az kint volt. Hát az kint. Akkor, barátom, le, mint hogyha teniszt hallgatnánk. Kint volt, benne volt. Resszük össze, ressz a két nagy ágyút. Mondjál valami biztatót. Hát most próbálok kitörölni felesleges sorokat a rizázból. Ez a biztató. Ez, ötödik lett, ezt kitörlöm. Janit, ezt hagyjuk, várjál. Ennyi időt, megcsináltam volna kétszer, négyszer. Csináltad. Csak valaki mondja a sorrát. 29 autónál. Nézd meg a Janinak a közvetítését. Nem, szerintem pont nem ott lesz majd a izé. Jó, vártuk már meg, mindjárt jövök. Ez nem a setup résznél volt. De most se lehet bazd meg senkit, akkor nem tudom. De mi van, jössz már föl? Vagy neked nem jössz? Hát menjél! Hát menjél! Hát gyors képed van, hát ha ilyen gyors volt a ringen is, akkor bazd meg. Jani rakta össze a gépet. Na! Ó, Istenem! Nem az. De azóta már párszor újra telepítetted azért, szóval ki tudja, hogy hogy van az. Nulla szor. Na, nem úgy emlékszem rá. A Janinak a munkája van még benne. Persze, hát én hozzá nem nyúlok, adjad már. Jaj. Tényleg elég szar már mond. Nekem is a Jani beállította, utána vette, hogy vizsgálják. És milyen routered van, Gabi? Hát ez nem lehet, ez nem a legkább. Nem lehet elúgni. Bazzik, de mocsokas fel, ne viszem el, geci. Azt mondtad gyors. De hogy gyors, ezt ironikusan mondtam. Hát nem tudom, na akkor bemondásra. Bemondás. Én nyolcadik lett, nyolcadikról kell, hogy induljak, azt tudom. Akkor én meg hat. Hát nézd, quali alapján, qualit azt látom. Csak vagyok a szerveren. Töltenik. Nem jó. De ugye diktálja, mert ezt meg tudom. Igen, ezt mondjad. Erje? Nem, ó, ez nem jó. Hát... Jaj. Jó, mindegy. Mondjad azt oda, hogy tudom. Dúj már el, baszd meg a kurva anyád a végre. De vártok, 10 másodperc is bent vagyok. Jó, nyugi, még meg kell csinálni a rajtát, nézd búrát. Jó Isten! De úgyis megtudod, hogy nincs fönn. Majd a végén behúzza. Na, akkor jó, akkor csináljátok csak. Lehet ez a 10 másodperc. Most fekete a képernyőm. Na. Pedig jó jár. Honnan? Na várj, ebbe a rezárásban... Megpróbálom. Jó, ez itt meg jó. Na a Gábor team gyereki... Várja, ez jó lesz, mert... Fogom és megfordítom a pali elsőnek. Ez miért lenne jó? Hát mert senki nem előzött, bazd meg, ezért nagyjából jó lesz az eredmény.
De Frick megelőzött. Na, Kristóf, Fenni lesz az első, én leszek a második, az Salamon Patrik a harmadik, eddig is biztos. Jerm, hol vagy? Itt vagyok már, nem tudok lesz. Mariko? Azóta egy perccel telt. 14 voltam azt. Már tölti be az embereket. De van valami rizáltod, vagy nézel valami? Azt keresgélem. Ez még ennyire sose volt neki. Hát már hát nem fogyott szint. Valami ezzel a build-el nem oké, mert valamiért ugye nem is akart átrakni a versenyt. Na, nem megvan. Is. Nem, nincs. Az a kis Balázs írja elsőnek. Itt van a Jani streamje. Mert várva. Ez nem lehet véletlen. Sziasztok, nézed, nem fogod látni. Na most jó, látok mindenkit. Na. És miért nem kezdjétek el, kezdj el írni az első. Hát az első hármat tudjuk. Negyedik na, lett a Milán. Akkor szerintem nyolcadikig azért ki lehet, utána meg már beírja mindenki, hogy hanyadik lett. Mármint, hogy sorba. Húk, veszettem 20 FPS-t. Valamiért akkor a lockfight generált, bazd. Két megás. Jani, mit nem fogok látni? 18-ig tudom mondani a sorrendet. Én most nem látok semmit a következőt. Már csak 10-et kell kitalálni. Hát, jó. Valaki mondja? Na, Fenning Kristóf, 8. Jó, hát akkor az első, igen. Igen, tehát a Cselt a második, Salamapatik a harmadik, Twist a negyedik. Igen. Berki Milán az ötödik, Jerm a hatodik. Várjál, Berki Milán. Jerm a hatodik, ezek itt előzget. Igen, Frick a hetedik, Gabi lesz a nyolcadik. Oké. Okay. Janni a kilencedik. Igen. Akkor tizedik a Marinka Tamás. Jó, igen. 11. vagyok én. Jó. 12. a Gabi Laci. Na várjál, 12. Gabi Laci. Lányi Tamás 13. Igen. Várjál, Lányi Tamás. Oké. Okay. Én 14. Erikó 14. Hú, de feljöttél, igen. Vég Attila. 15. Attila Vég 15. Igen. 16 okay. A Taki Ati. Takács Attila. Jó, igen, 16. 17 a Szabi. Jó. 18 a Molnár Alex. 18 a Molnár Alex. Oké. Okay. 19. Passz. Hát. Az már nem látszik a Jani streamjén, mert azt már nem mutatta meg. A fene. Hát figyelj, többit. A Fartes Kornél, Makos Mártó 20. Ja. Én még egyszer, még, várj, 18. a Molnár Attila, 19. A nem, Molnár Alex a 18. Molnár Alex a 18? Igen, 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 igen. Jó, jó, Molnár Alex. Oké. Okay. Fartes Kornél 19. Kornél... 19, igen. És Bakos Márton 20. Bakos Márton 20. Gábor Antal okay. 21. Gábor Antal 21. Igen. Jó. Kovács Bálint 22. Kovács Bálint. Kovács 22, oké. Okay. Gilbert Kovács 23. Ki? Gilbert Kovács. Igen. Jó, Itasi Balázs, 24. Mondjátok, hogy... Jutasi Balázs, 25. Mi? Még egyszer... Jutasi Balázs, 24. Balázs, Itasi... 24. Barnafözi, 25. Barnafözi, 25. Többi meg már tök mindig. Hát ez már... Gala az útcsó, tehát... Lala. És ez most jól lesz a rajtács, hogy még egy rajtást a farmokba csinálj. Nyomj, farmokon vagyunk? Már nem, igen. Farmokra tedd vissza. Én most nem merek innen elmenni, mert itt van Bálint. Azt a kurva anyjában. Jó, ez így. Második helyre indulok. Berki Milán 28-dik. Jogi! Ne idegeskedjetek. Jó, ez így. 16-dik vagyunk. Mi az, hogy ki lehet? Nyolcadik azt kéne lenni. Menjünk, ó, menjünk. Ó, hatodik! Visszatettem a Varmukra. Jaj. Varmukra. A Jerm nem lát senki.
Bebasznám. Nem, itt van mindenki, jó van. Na. Na. Na, ott vagy-e? Ez lesz, srácok, sajnálom. Tudom, jó ez. Akkor repülő rajt? Ja, kettő is egyszerre. Nyomhatom arra is. Szerintem jó lesz. 22 liter elég? Igen. Igen. Mi megyek el tankolni? Na, és akkor most lesz az, hogy valami rommel fagy, kilép, várjatok meg, jövök. Nem baj, ez megvan ez a sorrend. Na, akkor jó. Most már lehet híres utolsó szavak egyikén, ugye? Igen. Igen, ez így jó. Ez így jó. Hát jó, hát na, akkor csak elindulunk kis késéssel elnézést. Ebből hogy csinálunk eredményt? Hát, igen. Azt szóval még én sem tudom. Mi a logfile-t, basz. Akkor azt mondod, hogy szed a logfile? Hát nem, valamiért ilyen két megás a logfile, amit ilyen fél megállnak. Kurva sok csak zé. Csak full egyek. Olyan meg. Volt benne, hogy valaki megfutotta a legjobb szektorát. Az meg folyamatosan ki a legjobb szektorát. Ennyire azért nem vagytok ügyes. De akkor nem lesz result, nincs result majd, igaz? Hát ha nem csak úgy csinálunk egyen. Van. Az van. Ki kell szedni belőle tart. Igen, a szemetet ki kell szedni belőle, és akkor jó lesz az. Jó. Hú, gyerekek. Előttem, majd figyeljetek meg, egyszerű laggolok. Hát, nálunk nem laggolsz. Akkor jó. Még. Az a jó, hogy ugye így most nem mentem egy körcsöbe az. Jó, én csak setupot cseréltem, tehát tök mindegy. Ez jó. És új setupot csináltam. Elmegyek, de én nem tudok így autót vezetni, hogy ez működik. Oké, okay, azt érzem, hogy a nem akarásnak jövök és a vég. Ó, oh, bassz meg. Ne is mond. Na, ne repkedjél itt nekem. A Porsche szuperkupába csinálunk ki zsigulőt esetleg. Hátulhajt, de nem olyan erő. Nem az erővel van a baj, az, hogy egyszerűen nem tudom. Ha nem uralod, ja. Jaj. Vagy ha nincs. Rád, Baki, neked sem feküdt. Mi? Mondom, neked sem feküdhet minden. Hát, ja. Az oké, okay. Ez nagyon nem. És már megy a... Fake test, fake test! Aj, de ne, utolsó kanyar ne figyeljünk, srácok. Törd, törd! Csont hidegfékek, vagy ez egy... Hát a gumit ezt el is engedtem, hogy én fel fogom melegíteni. Lát. Na. Izgi. Jó szorokozás, jó szurkolás, elindul a második verseny hamarosan. Ő már megint füst felhő van. Na mi lesz itt? De... Oh, ujj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 j
itt? Ez mi a faszom az? Hova? Nagy lag van. Mi a fasz? Jesszum, Peti. Tudod, hogy jött össze? Baszki! Az igen! Azt a kurva. Azt hittem megúszom. Hol a faszba vagyunk? Ez mi a rossz se van ebből a BDL? Nem tudom, de azt a kurva. Rajt rá, csak kell csinálni. Nem, mert felsétre is tartom. Ja, jó, akkor jó. Bazd meg, megint egyik voltam, a kurva jó. Nem már, gyerek, 11-ig voltam, amúgy van ez. Jani jó volt a rajti? Nagyon jó volt.
Ekkor rajta vagyok. Igaz, hogy senki nem hoztam, de... Csak a versenyt restartolod, Imi? Igen. Az életünket is. Az már restartolva van verseny. Átszert. Húra, mi volt itt ez meg. Átszert van a mezőny, gyerekek. Átszertem. Ó, anyám! De mi történt ott elől amúgy? Hát... Írtozatos nagy lag, utána autók egymásba olvadtak. De a lag előtt ütötte még ki a flika csehetet. Igen, igen. Jó, hát nem szándékos volt, ott voltam mellette. Hát jó, mondjuk nehéz eset volt, mert szerintem négyen voltunk kb. Ha mellette voltál, hogy ütötted ki? Ja, mondjuk oldalról lehet. Oldalról sim. Oldal kiütés. Kapott egy maflást. Az valami ilyen bárányhimlő. A Schaller. Ott repült a Schaller. Mit van rajta? Szangolta rajtam, ez volt a baj igazából. Nagyon nagyot akartam. Nem baj. Mi? Jó, így. De ezt érted? Az első futam lemegy simán, és teljes szétfutás. Már bátrabb mindenki. Hát jó, azért ez, valószínűleg ez a lag, ez azért volt, mert crash volt, és miatt... Na, de régen nem voltak ilyenek. Nem, azért volt, ez valami fura volt. Az, hát régen minden jobb volt a cég. Ezek most is laggolok, geci. Talált, te húzod a szerepet. De nálunk ne... Basszuk ki a járvány. Ja, próbáljuk. Megszavazzuk. Az a baj, túl lesz. Hamar megszavazzál. Találsz egy trollt is, szerintem. De jaj, mondjuk magasak a pi... Előtte megész jó. 40. 40, 30, ilyesmi. Most, hogy megnéztem, hogy... De az előbb ilyen 100 körül volt. Fél 28-ig nagyon belegadt a box. Valaki benn maradt, ja. Hát, ez sajnálom. Lehet, hogy jár jól. Igen. Nem menj ki a piros lámpán, az a lényeg. Állj fel a box végébe, és akkor zöldre várj, csak akkor gyere el. Szerintem beírom ez így. Ja, tehát. Hát az előző alapján, hogyha a fék megint jókat... megint lassulunk a sikánnál, óvatosan. Jelm nyomja, hogy... Utolsó konyarban is végteszt van. Mi? Én nem értem, mögöttünk akkora kilométeres hely van. Mit nyomok én? Végtesztet! A faszt nyomok, nem is nyomok semmit. Világított a féklámpát, ne kamutsál! Az az az... Mi az a küzé, ködlámpám? Fényzáró. Nézzük... Na, come on, megfő. Hát te mindenki meg tudod rajtolni. Hey. Nem olyan vészes ezzel rajtolni egyébként. Na, bemeljek meg jönni. Deszka. De jó. Asszus, hát. Megint kiforgatnak. Gabi! Hát a feltorlódok itt. Hát szép volt. Ó, a butas faszba. Ezt nem hiszem, ez ilyen tudta vagy. Úristen, mi van itt? Ez mi? Azaz, lökjed! Így van! Ó, Gabi, baszki. Nem mondom, hogy ez emmeleg már minden. Még nem. De jöttem egy helyet előre. Azért csak az a gond, hogy csesztetni fognak engem hátulról. Hopp, itt volt egy lak hátul szerintem. Jöööö!
Az igen. De... Hát baszki, ezt hogy nézhettem be? Hát ez szép volt. Jani, majd a fékedre néz rá, futam után. De ki van rakva nekem a izé, nem mutat semmit. Előbb pillant az egyenesben, most is. Persze, már rányomok. Féltáv előtt villantod? Bepróbálja, hogy működik. Direkt raktam egy ilyen cuccost a streambe, hogy vissza tudjam nézni. Láttam, csak... Mondom, szólok, hogy villog. Jesszusom! Jó volt. Kami, te... Lagolsz. Hát ő mindig sajnos. Tömik, a múlt héten is. Na, a szerver laggol egy kicsit, nálam is vannak mikrók. Hát, de folyamatosan. Röcögősen mennek az emberek. Na, nem jó. Csak még előbb a jel fölkúrjantott, akkor nálam is volt. Nálam semmi nincs. De most nem van, nyugszik. És az a csata, ojjajajajajaj, a magyar fiú. Erős ez. Jaj! Ho! Mi van itt? Ezek nekem nem is kéne mezőnybe, ezek minden egyes futamon a takiak vagy. Csak ketten kéne versenyt. Kb-ja. Megy a gyilok. Jü! Ó, kocs! Jüjj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 j
lassan csináltad a rajtrácsot. Ja, értem. Jaj, kívülről! Nagyon jó. Szép, tovább, előre! Hú, mennyire jobb lett a setupom. Nem így. Ne. Te hol jársz? Az csúnya volt. Most nem fogom kivélni a gumikat, amúgy engem nem érdekel. Most szami lesz. Jó. Itt ráhajtott, plusz egy pont. Ki? Legjobb köröd. Most mondta a Chief. Ki liheg bele folyamat? Yeah. Nem tudom. Az öreg Zoli-bá is nyom. Yeah. Mindegy, nem lépek le a szerverről, nem tudom, hogy belaggol át a port. Most hogy van, hogy uva? Ilyen megelőzött minket, most meg itt 10 év van. Jövünk rá. Mi van? Ezek 20 FPS. Na, dobd ki a kukába azt a gépet.
Ez meg összevezetetlen. Látszott cset? Na most például, hogy több lassult íve az autóm. Már hára kíváncsi lennék. Nem folyamatosan ez pályán, de nem annyira készes. Hát. Nem látok semmit, bazd meg. Jó, kilépek a gecibe. Ennek itt nincs értelme, bazd meg. Cél egyenesbe. Ja, te vagy. És ha tudok lépni gecihez képbe. Megy egyáltalán a videókártyád? Olyan, mint az, mintha megállt volna a hűtése is. Most jó, most jó, most visszajött. Vegyél már egy normális gépet, basszus. Kont is fizuból kutya rá. Most jó. Hát akkor ne vegyél. Akkor ne, akkor most ne vegyél. Most ne. Nekem jó, hát előlem félre állt, hát végül is jó így. Gyere róla. Ó, kösz. Nem kellett volna. Dehogy nem menni csak. Gyorsabb vagy. Na, Rík, bakker! Hoppá! Fennék még mindig az első. De ne terelj már le a pályáról, bazd meg! Ujj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 j
indulatok. Elszabadultak a indulatok. Hogy nem, mikor beültetem a hintába, az előttem maradni, hogy izé leterel a pályáról. Baszom. Baszom a gecibe mindjárt. Ez az visszatért, az igazi. Hamisítodott már, Tim Gábor. Fake vagy ki? Nem. De nem mondom a nevét. Na így. Ja, nehéz kitalálni mondjuk. Jaj. Na most, amit ebbe a körbe hozhattam volna, azt jól eldobtam itt az utolsó kanyarban. Nem megy, egyszerűen nem megy. Tényleg attól lehet szar a gépem, hogy nincs kitakarítva 5 éve? Nem, semmiképp. De... Hát lehet, hogy konkrétan a videókártya nem megy a ventilátor. Na, most mi történik? A melegedett rom. Hát nyomom a gázt, érted? Azt nem... Meg és ugye a plugin meg nem jelez. Biztató, hogy 5 éve nem lett kitakarítva, az azt jelenti, hogy 5 éve volt szar. Most... Most már az megy. Hát... Na tiszta por lehet. Belül. Akkor megcsinálom volna. Nézd meg, ez kész.
Hát nem annyi, miközben így megy, szed le az oldalt, nézd meg, hogy megy a ventilátor. Biztos, hogy megy. Biztos, hogy nem, nekem is hát nem hiszem el komolyan. Gabi, felégesítesz is engem is. Elszabadulnak. Most is lelassult az autóm, de a gáz meg a fék jó volt. Elállította magát, elállította. A kuklung. Kuklung. Hát, hogy bepuklungolsz. Az is jó. Mekkora kalácsot fontan. Én a sikárnál csináltam az előbb, és jobb lett 3/10-ből a körében. Időben én sem nagyon sokat buktam. Hát a gumma azt mondjuk nem szereti azért. Ez a rendes ember, ez a chief, megdicsért, hogy előzt. Ja, izéd? Máme csinál. Na, tévé meg kikapcsolt. Azt mondta, awesome, well done. Na, ez az. Nézd meg! Igazából azt nem gyorsul! Nem estem le az útról kezdtünk. Hát ez beszarás, esküszöm. 2:30 volt a vége a cél egyenesnél. Hát akkor fog a féked. Jani, én mondtam, hogy fog a féked. De akkor mi nem jelzi a plugin? Nem, ez szar a plugin, az csak azt nézi, hogy a maximum álláshoz képest hol áll, a, amit beveszi el annak a... A hőfok mennyi, Jani? Nem féked attól van. Hőfoka. Ja? De mondta a Baki, okay, hogy látja, hogy villog az egyenes. Persze. De az ő nála a izé között, tehát jó. Hát akkor minek van a plugin? Ezt a hülyeséget. És olyan plugin, csak azt tudja mutatni a bemenő jelzőről hány százalék. Tehát akkor még lehet, hogy a top nem jó. Meg nem tudom, én nem találtam még olyan jó plugint, ami visszajelezni RF2-be a pedálokat. Hát RF2-ben nem volt, RF1-ben volt olyan HUD. Meghűlök. Igen. Az faszán is működött, de RF2-ben nem. Van, ami kijelzi, de akkor ezek szerint szarul. Hát ez akkor biztos. Hát ennyi. Azért furcsáltam is, hogy kigyorsításon miért fékezel. De hát mondtad, hogy jó. Kedves nézők, hogyha szeretnétek támogatni Jánost, hogy jobb eredményeket érjen el, akkor donételjétek meg az új pedálját. Vagy csak segítsetek neki, beállítsa a lehetettet például az új pedálját. Be van állítva. Hogy amikor lenyomod maximumra, az ugye nem a fékerőnél is, igen, ez sem.
Ezeket már végigmentem. Csak gondolom, most rosszabb a helyzet. Hát igen, ez a baj, hogy ez rossz tüneti kezelés. Jó, holnap szétszedem. Hogy összerakom, ez nem biztos. Hát, na, az fékpedált nem tud összerakni. Ez mi volt? Élő közvetítés legyen róla. Nézd meg, hogy mit csinál, hát nem hiszem el, hát komolyan kilököm a faszba. Készült a magyar fiú. Azaz! Ó, magyar fiú. Kivel meccsesz? Azt akarom kérdezni. Milán, nem? Jó, de kár, nem vagyok ott, ez meg. Végig néztem volna. Hátulban az nagyon meccsek vannak, mint elő. Uaj! Szörnyű, mindjárt szét vagyok eső teljesen. Már hátul tudsz előzni. Hát most, mondjuk most pont kibasztak. Én mindjárt látom őket. Lekörőznek. Az a szám, amely. Jajajaj, hát ez... ez mi volt? Ha, nagyon... nem akartam elengedni az elengedést. Hát úgy jött, egy külföldre... Ez azért az elég optimista volt. Marra jó, hogy ilyenek befolyásolják a versenyemet. Most meg befog a fék jobban, vagy nem tudom, de... Hála jó, Isten, csak 5 perc van. Csába érkezett meg ennyire. Na, Team Berki, Team Berki, Berki Team. Nézd meg most is. Nem hiszem el. Végig kell néznem az egész versenyt, esküszöm, hogy mi volt itt pedálokkal. Jajajajajajaj. Valami történik. Azt a kurva. Na, mi ez? Ugyas? Na, menjél. Na, gyerünk. Ez szép volt. Mi volt, lag volt? Kurva nagy. Hol? Szia, egyenes be nekem. Salamon Patrik is eltűnt. Tőlem. Amerikó, bazeg lassuljatok majd egy kicsit, nem érlek utat. Jössz te, hoztál egy másodpercet. Már nincs, hát.
kb. Két kör. Ja, két kör van vissza. Nincs több hátra. Ugye, most kezdek belejönni. Ja. Úgy csak kör lett. Ja. Szép volt, Gabi. Ugyas. Hát basszony, kár, hogy nincs meg egy kör. Csend elfogyott a kombinát. Jaj! Jó, erre tudtam. Grat! Grat! Oh, az meg, ezt nem hiszem el komolyan. Hát folyamatosan blokkolt téged. Ezt néztem. Jó volt. Anyám! Nem az volt a bajom, hogy blokkol, hanem az, hogy... Hogy ennek vége amikor már mellette vagyok, akkor is leterel a pályáról. Azt nem láttam nagyon... Ki is lépett? Nagyon helyes. Nincs most se szét kell szedni. Ha? De azért kicsit az is genyúság a védekezésben, amikor direkt nem gyorsítasz ki. Ugye a mögötted lévő fönn akadjon rajtad. Oké, azzal semmi baj nincsen, mert azt megteheti, érted? Teheti, de faszkodása. Jó, hát ilyen rosszul se... Hát ez jó szar volt. Valaki töltöm a gépen. Ilyen rosszul se sikerült mostanában a verseny. Illetve szezonnyitó. Alapos átvizsgáláson esik a kormány, illetve a pedál sor, úgyhogy remélem egy hét múlva a Formula 3 következő fordulóján sikerül majd eredményesebb futamokat produkálnom. Köszönöm szépen, itt voltatok. Egy hét múlva találkozunk, hétfőn, sziasztok! We'll be right back.
Cracky.